Közszemlén a költségvetés vállalkozók segítségét kéri az önkormányzat. Síkosságmentesítés, csütörtökön jön a szibériai hideg. Online veszélyek, ma van a biztonságos internet napja. Ezeken kívül számos hír és információ. Jó estét kívánok! Baleseti helyszínre siető rendőr segített egy bajba jutott nőnek kedden késő délután Gyöngyösön, aki elesett a Török Ignác utcában. A nő az esés következtében megsérült, a segítségére siető rendőr stabil oldalfekvésbe helyezte és értesítette a mentőket. Tájékoztatta televíziónkat Kovács Nikoletta, a Heves megyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Közszemlére bocsátották Gyöngyösváros első fordulós költségvetését a város honlapján. Az idei évben ennek tervezése is rendhagyó volt a járványhelyzet miatt. Ugyancsak a pandémia az oka, hogy a költségvetés kapcsán nem lesz közmeghallgatás, hanem e-mailben várják a lakosság véleményét, észrevételét. Elég sok költségvetés összeállításában közreműködtem, de azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen sok kérdőjel, ennyi sok bizonytalanság, mint amivel most kell szembenéznünk, meg amivel a döntéshozónak is számolnia kell, még nem tapasztaltam. Az idei év költségvetésének tervezését rendhagyónak nevezte a szakember. Kovács Robert pénzügyi igazgató azt mondja, a pandémia számtalan olyan kérdőjelet generált, amire még nem tudják a választ. Nagyon sok a bizonytalansági tényező és a kockázati elem, emiatt nagy tartalékképzéssel próbálják elejét venni a váratlan helyzeteknek, tette hozzá a szakember, aki szerint elképzelhető, hogy így is újra kell gondolni a terveket. Körülbelül olyan 12 milliárd mérlegfőösszegű költségvetés az, amit első fordulóra beterjesztettünk polgármester úr, mondjuk azt, hogy a képviselőtestület elé. Ez egy picivel alacsonyabb, mint az elmúlt év, de ugye alapvetően a szokásos feladatainkon kívül a költségvetés nagyságrendjét mindig befolyásolja az, hogy milyen típusú és többségében Európai Uniós vagy pályázati forrásokból megvalósuló fejlesztés az, amit az adott évben megkívánunk valósítani. Ebben az évben is prioritást élveznek az Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások, ezek összértéke 2,7 milliárd forint. Ilyen például az északnyugati városrész rehabilitációja, az aktív ház, a Jeruzsálem úti bölcsöde megújítása és egy új ipari park létrehozása. Az idei költségvetés másik prioritása, hogy elkezdik a felkészülést a 2021-27-es ciklusban megnyíló Európai Uniós pályázatokon való részvételre is. Az önkormányzat minden évben két lépcsőben fogadja el a város költségvetését, és az első döntést követően a lakosság számára lehetőség nyílik közmeghallgatás keretében annak véleményezésére. Ez azonban az idén a járványhelyzet miatt elmarad. Most azt a lehetőséget tudjuk biztosítani, hogy e-mailen várjuk a lakossági véleményeket. Ugye a költségvetés első fordulója közszemlére került és felkerült a város honlapjára. A lakossági észrevételeket, javaslatokat a pénzügyi és költségvetési igazgatóság fogadja a közszemle ideje alatt február 12-éig a képernyő alján látható e-mail címen. A város végleges költségvetését február végén fogadják el. Gyöngyös önkormányzata arra kéri a helyi kis- és középvállalkozásokat, hogy ha a tavalyi gazdasági eredményük megengedi, ne felezzék meg helyi iparűzési adóelőlegüket. Mert amennyiben a kormány döntés értelmében élnek azzal a lehetőséggel, hogy a helyi iparűzési adóelőlegüknek csak a felét fizetik meg, az önkormányzat becslései szerint Gyöngyös közel 400 millió forinttól esik el. A költségvetés megtervezése során körülbelül 1 milliárd forintos hiánnyal számoltak, ezt kellett az első fordulós javaslatban különböző intézkedésekkel, elvonásokkal csökkenteni, mondja a polgármester. Az elvonások és a termelés visszaesése miatt közel 400 millió forint a kiesés, és a KKV szektor 50%-os iparűzési adó elengedése is közel 400 millió forint mínuszt jelentene a városnak, sorolja Hisz György, ezért kéréssel fordult a kis- és középvállalkozások felé.
akinek nem megterülő, aki betervezte ezt az adót már 2021-re, az ha teheti, fizesse be a városnak. Magyarul akkor nem kell élni a bevallással, akkor a 100%-át fizeti, erről tudnivalókat mindent leírtunk a közleménybe és levélbe. Ahogy kiszámoltuk, az a több ezer KKV-szektorba tevékenykedő vállalkozás átlagba ilyen 280 ezer forintos adót fizet. Tehát valakinek pár százezer forintról kell úgymond lemondani a közösség javára, van akinek persze ez nagyobb tétel, hogy aki megengedheti, akinek a Covid nem okozott olyan termeléskiesést, nagy örömmel várnánk, hogyha ezt felajánlanak. Gyöngyös kiszolgáltatottságában most a lokálpatrióta vállalkozói szellem sokat segíthet. A járvány negatív hatásain közös összefogással úrrá tudunk lenni, tette hozzá a polgármester. A vállalkozások meg is jelölhetik, hogy pontosan mire fordítsa az önkormányzat az általuk befizetett adót. Ami új, az, hogy szabadon, tehát valaki azt úgy rendelkezik, hogy az én adómat Bédrolszki Néptánc Együttes kapja meg, a Városi Televízió kapja meg, vagy útépítésre, vagy járdaépítésre használjuk, ezt is megteheti, tehát megcímkészheti azt az 50%-ot. Még egyszer mondom, ez nekünk mai 400 millió forint. Ha ennek egy része teljesül, kevesebb megszorító intézkedést kell hozni, mondta a polgármester. A felhívás kapcsán kerestük a Mátrajai Munkadók Egyesületét is, ők későbbre ígértek tájékoztatást. Már a ma reggeli havazás előtt megkezdődött Gyöngyösen a forgalmasabb önkormányzati tulajdonban lévő utak síkosságmentesítése. A hóesés még a délelőtt folyamán esőre váltott, viszont csütörtöktől szibériai hideget jósolnak a szakemberek. Kora reggel megkezdődött a forgalmasabb gyöngyösi utak síkosságmentesítése. Az Országos Meteorológiai Központ reggeli riasztása alapján még a hóesés előtt megkezdődött a forgalmasabb városi utak takarítása. Elkezdtük a fontosabb útszakaszok, körforgalmak elősózását, Füred területén is egy néhány utat kijelöltünk, illetve a város közterületi járdáknak a sózását. Boros Vince hozzátette, hogy a csütörtökre várható szibériai hidegbetörése is felkészültek, és a város készen áll a forgalmasabb utak takarítására. Az előrejelzések szerint a csütörtöktől várható tartós hideg viharos erejű széllel tör majd be hazánkba. Moszkva térségében már a mínusz 30 fokot is megközelítette, különösen a hajnali órákban a hőmérséklet. Nos, hozzánk is elérkezik ez a hidegebb levegő. Bármint, ahogy én azt most megnéztem, a reggeli modellfutások alapján az elmúlt két naphoz képest jelentősebben szelídültek a modellek, tehát a mínusz 20 fokos hőmérsékleteket az tulajdonképpen a mélyebben fekvő völgyekben kell elképzelni. Úgy átlagban, illetve általánosságba véve nagyjából olyan mínusz 6 és mínusz 14 fok közötti minimumértékekre számíthatunk. Az előrejelzések szerint a hidegbetöréssel együtt havazás is várható. A város munkagépei továbbra is készenlétben állnak a bevetésre. Mint ismert, azonban vannak a városban olyan főbb útszakaszok, melyek nem önkormányzati, hanem állami tulajdonban vannak. Egyebek között ilyen a Kossuth, a Vahagy Sándor, a Petőfi, valamint az Egri út egy része, illetve a 3-as számú főút és a Mátrába vezető 24-es út. Ezek tisztításáról a Magyar Közút Non-Profit ZRT-nek kell gondoskodnia. Mátra Szent Imre közelében tévedt el egy fiatal adácsinő, aki hétfő délután vásárolni indult, de onnan nem tért haza, így édesanyja értesítette a Heves megyei rendőrfőkapitányságot. Később a fiatal nő felhívta édesanyját, és zavart állapotban elmondta, hogy Mátra Szent Imrén van, de a pontos helyszínt nem tudta. A település körzeti megbízottja azonnal elkezdte az eltűnt keresését a településen, miközben ügyeletes kollégájának sikerült felhívnia a nőt. Így kiderült a hozzávetőleges tartózkodási helye. A turistaúton követni kezdte a lábnyomokat a frissen esett hóban, és egy szánkópályán 21 órakor megtalálta a földön fekvő nőt, akin még kabát sem volt. Az átfagyott nőt a kiérkező mentőszolgálat munkatársainak átadták, akik kórházba szállították. Szenteste óta keresi a rendőrség azt a két szemét, akik december 24-én gyöngyösi áruházakban bűncselekményt követtek el. Az egyik esetben egy férfi televíziót és egyéb dolgokat próbált ellopni, míg egy másik esetben egy nő egy pulton felejtett pénztárcát tulajdonított el. A férfi nem járt sikerrel, azonban mindkettejüket azóta keresi a rendőrség. Ezért kérik, hogy aki felismeri a két szemét, értesítse a hatóságot.
Karácsonyi díszek sokasága, ajándékok és ünnepi hangulat. Így telt a karácsonyi vásárlás, azonban Szenteste napján, az utolsó hozzávaló beszerzése közben volt, aki pont a felfokozott hangulat okozta figyelmetlenséget próbálta kihasználni. Így tett a képen látható férfi is, aki Gyöngyös egyik legnagyobb áruházából próbált ellopni többek között egy nagyméretű televíziót is, azonban nem sok sikerrel. Az elmúlt évben Szenteste napján két olyan vagyonelleni bűncselekmény is történt, amelyek elkövetőit jelenleg is keresi a gyöngyösi rendőrkapitányság. Az egyik esetben az ismeretlen férfi december 24-én fél egy körül az egyik gyöngyösi áruházban el akart lopni televíziót, egy rovatgépet és élelmiszereket. A biztonságőr feltartóztatta az elkövetőt, azonban ő elmenekült. Ez pedig már egy másik gyöngyösi áruház. Szenteste napján itt is hasonló eset történt. A képen látható nő jól láthatóan a kosarába tesz egy pénztárcát, ami nem a sajátja. A másik ügyben az ismeretlen nő azzal gyanúsítható, hogy december 24-én délben szintén egy gyöngyösi áruházban elvitt egy pénztárcát, melyet egy vásárló pulton felejtett. A gyöngyösi rendőrkapitányság továbbra is a lakosság segítségét kéri. Ha bárki felismeri a képeken látható gyanúsítottakat, akkor azonnal értesítse a hatóságot. Lopás történt egy gyöngyösi piactéri boltban. Az üzlet arról számolt be közösségi oldalán, hogy február 3-án délelőtt egy a piactéren lévő boltjukban két férfi és egy nő a raktárból eltulajdonította egy ott dolgozó táskáját, benne az irataival és egyéb értékeivel. Az erről készült kamerafelvételeket a rendőrségnek továbbították és feljelentést tettek. Ma van a biztonságos internet napja. A cél, hogy az Európai Unió akcióterveinek keretein belül több mint 170 országban minden évben ugyanazon a napon hívják fel a figyelmet az internet előnyeire és veszélyeire. Emellett tanácsokkal látják el a szülőket és gyermekeket, hogy hogyan is tudják biztonságosan használni az online felületeket. Naponta több mint 175 ezer gyerek internetezik életében először, ez azt jelenti, hogy fél percenként van új felhasználója a világhálónak. Az internet adta lehetőségeknek megvannak az előnyei, de vannak árnyoldalai is. Fontos, hogy a gyerekeknek megtanítsuk, hogy hogyan is használhatják biztonságosan az internetet. Kurkó György Zsuzsánna, a Safer Internet program koordinátora azt mondja, a világnap alkalmából több pályázati kiírással is népszerűsítették a programot. Bűnkészítő, képregénykészítő és hősépítő pályázatunk volt, 430 gyerek pályázott, és tulajdonképpen a biztonságos internet nappal a mi célunk is az, hogy felhívjuk nem csak a gyerekek, de a felnőttek, szülők és tanárok figyelmét a tudatos és biztonságos internet használatra. Olyan jó tanácsokkal, hasznos tanácsokkal, mint például, hogy gondolkodjanak mielőtt kattintanak, gondolkodjanak mielőtt bármit megosztanak, használjanak biztonságos, erős jelszavakat, amit ne adjanak meg másoknak. A közösségi oldalaknak köszönhetően kapcsolatban maradhatunk családtagjainkkal, barátainkkal, kollégáinkkal, ismerőseinkkel, de online térben ismerkedhetünk is másokkal. Fontos, hogy idegenek számára ne adjunk ki személyes adatokat, mondja a koordinátor. Hozzátette, komoly veszélyt jelenthetnek továbbá az internetes zaklatások is, ami nem csak idegenektől érkezhet, hanem például kamaszkorúak között is tapasztalható, amikor durvább csúfolódásból, kárörvendésből és fenyegetésekből álló üzenetet küldenek egy kiközösített társuknak. A gyerekeknél a leggyakoribb formája ennek a cyberbullying, amit a szülők, tanárok, azok a felnőttek, akik a legtöbb időt töltenek velük, kell a leghamarabb észrevegyék a bántalmazás első jeleit is. Segítsenek a gyerekeknek. A gyerekek nagyon sokszor a kortársaikhoz fordulnak, nagyon fontos tehát a kortárs mentorálás is. A szakember végül kiemelte, ha bárkit online bántalmaznak, különböző forró drótokon tehetnek bejelentést, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány pedig pszichológusok bevonásával nyújt segítséget azok számára, akiket online zaklattak, és ezáltal lelki sérelem érte őket. A Balatonfüred otthonában kezdte meg a tavaszi pontvadászatát a Hello Bébrön Gyöngyös csapata. A továbbra is zárt kapus körülmények között rendezett mérkőzésem az első játékrészben a hazai csapat volt eredményesebb, és 5 gólos előnnyel zárta az első 30 percet. A folytatásban a Gyöngyös összeszedettebb játékot mutatott, és Viloszkijék volt, hogy 2 góra is megközelítették az ellenfelet, de az első félidőben megszerzett nagy különbséget már nem sikerült ledolgozni. Gratulálok a Balatonfürednek, mert
jogosan és egyértelműen nyerte ezt a mérkőzést. Mi az első fél időben ezt elvesztettük. A második fél időben ugyan próbáltunk még küzdeni, meg hajtani azért, hogy akár pontszerzés reményébe is tudjunk játszani a végjátékba. Ez nem sikerült, amikor oda kerültünk egy kicsitvel közelebb, mert a Füred magabiztosan őrizte azt az 5 gólos erőnyét, akkor újabb olyan egyéni hibákkal sikerült, illetve nekünk nem sikerült befejezni az akcióinkat, ami által aztán maradt ez a bizonyos különbség. A füredi csapat edzője értékelésében elmondta, csapata az első félidőben nyerte meg a találkozót. Ez a 6. mérkőzésünk volt. Januárt írunk, szeptemberben kezdődött a bajnokság, és közel 3,5 hónapja nem játszottunk mérkőzést. Mindenféleképpen és mindenáron győzni szerettünk volna a mai mérkőzésen, de ezt a mérkőzés előtt senki nem tudta, hogy ennek mi lesz a végkimenetele. De borzasztóan örülünk így a mérkőzés után, azt kell mondanom, hogy megszereztük a 2 pontot, és legyőztük a gyöngyös csapatát. Nem játszottunk igazán jól, de erre lehetett is számítani. Az első fél időben, ahogy a Csabi is említette, ahol ők elvesztették a mérkőzést, én is úgy érzem, hogy mi az első fél időben nyertük meg a mérkőzést, és ott volt egy 10-15 perces szakasz, amikor egy nagyon jó kapus teljesítménnyel párosult egy jó védelem, és ebből a védelemből pedig gyors indításokat tudtunk lőni, ott tudtuk növelni az előnyünket, és ott 4-5 gólos előnyt szereztünk. A Balatonfüred végül 27-23-ra nyerte meg a mérkőzést. A Gyöngyös az 5. helyről várhatja a folytatást, legközelebb vasárnap Komló lépnek majd pályára Konkoly Csabáék. Jelentősen emelkedik a benzin és a gázolaj átlagára. Olvasható a holtankoljak.hu-n. A hét közepétől mindkét üzemanyag 6-6 forinttal kerül majd többe. Tehát szerdán a 95-ös benzinára 399 forint lesz literenként, a gázolaj pedig 411 forintra emelkedik. A lakosság felének nincs nyugdíjcélú megtakarítása, és nem is tervezi, hogy elkezdje a megtakarítást a jövőben. Sok esetben a tévhitek miatt nem kezdik el a felkészülést a boldog nyugdíjas korra, derül ki az OTP felméréséből. A megkérdezettek mintegy 40%-a bizalmatlan a nyugdíjpénztárakkal szemben, emellett félnek a bonyolult, átláthatatlan konstrukcióktól. A felmérés arra is rámutatott, hogy a lakosság 1/5 gondolja úgy, hogy nem tud időt szakítani arra, hogy megtakarításaival foglalkozzon. Az aktuális végén híreink még egyszer röviden. Közszemlén a költségvetés vállalkozók segítségét kéri az önkormányzat. Síkosságmentesítés, csütörtökön jön a szibériai hideg. Online veszélyek, ma van a biztonságos internet napja. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!